hivatást a világon, Isten szolgálni a Szent Orvára. Legyünk itt Krisztus, kalkan mesztelen, a szemébe nézni, ez a végtelen. Törölni a könnyen, elhinteni a végét, kigyújtani az örök ötvését. Emelni porpósából magasba, iszapot hozni a partra. Megértetni, ha kell halni érte, amit a lélek súr lelkével. Emberi testben, mint angyal élni, a lélek szárnyát az égben kidőzni. A pap hivatásával a legszebb a világon, önmagát áldozza a szégi oltára. Kívánok neked az elkövetkezendő időkre, nagyon jó erőt, egészséget, sok örömet és boldogságot a hivatásnak gyakorlásához. Köszönöm szóval szeretettel. Végezetül szeretném mindenkinek megköszönni, aki bármilyen formában segített az ünnepség megszervezésében. Külön köszönetet mondok városunk polgármesterének és önkormányzatának. Nagy ünnep van a templomban, amiket mindig várnak. Ide jöttél, hazaváltunk, hogy Istennel találkozunk. Így születtél, elindultál, hosszú utat már bejártál. Nyitott maradt szíved, lelked, Istenre és az emberekre. Célhoz értél, papá lettél, hogy áldásban részesítsél. Krisztus testével és vérével közösségbe gyűjtsél minket. Meghallottad Krisztus szavát, és felvetted az ő igáját. Most már kérjél, áldjál értünk, szolgálj az oltárnál. Mi is, e kis Isten népe, imádkozunk napnak érted, hogy a lelkek kinyíljanak, mennyországba bejussanak. Jézus Krisztus áldozatát mutatjuk be az oltárunknál. Isten áldja minden létet, véred vérünk, Jézus legyen, Amen. Köszönöm. Méltóságok, tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt Zoltánok! Szent Ágoston szerint az élet csupán egy híd, amit Isten épített fel nekünk, amelyen végig kell haladnunk, és akarva akaratlanul, egyszer mindenki eljut a híd másik oldalára. Csak időkérdése. Ezen időközben, vagyis életünkben vannak olyan események, amelyek különösek, ünnepiek, melyet soha nem felejtünk el, melyekre jó visszaemlékezni is, és melyekkel erőt merítünk, ha szükség. Minden pap életében ilyen alkalom a pappá szentelése. Tehát biztosak lehetünk abban, hogy Zoltán atya életében örök emlék marad 2018. június 15-e, amikor Veszprémben dr. Márfi Gyula érsek úr pappá szentelte a csodálatos Szent Mihály bazilikában. Hiszem továbbá azt, hogy örök emlék marad számára a 2018. június 17-e is mai nap, amikor is ünnepélyes új misét bemutatja, nem máshol, hanem Pacsán, ahol gyermekéveit töltötte, ahonnan elindult az úton, amely út egy csodálatos hétvégéhez, a papi hivatás kezdetéhez vezetett. Aranyszájú Szent János így ír. A papa földön tölti be úgy a hivatását, de a mennyei hatalmasságokkal legsorban van. Nem ember. Nem angyal, se más teremtett hatalom, hanem maga a vigasztaló rendelte ezt a szolgálatot, és ő is ad erőt, hogy bár testben maradva, de angyali szolgálatot teljesíthessen. Tisztelt ünneplő közösség! Kérem a jelenlévőket, gondolják meg, mennyi kegyelmet kaptak a papok szolgálata közreműködése által. A pap keresztel meg, ő gyóntat és ad lelki tanácsot. A pap fogja megáldani házasságodat, ő tanítja majd gyermekeidet, ő áll majd halálos ágyon és sírod mellett is. A pap tehát mindannyiunk.
értünk én. Nem hiányozhat egy teljes értékű keresztény közösség. Annál súlyosabb a megállapítás, ha tudjuk, hogy Magyarországon és több országban növekszik a papok. Hogy közösségek százalékban vannak papnak. A papok különös módon képviselik Krisztust, hiszen az emberek úgy fogják megismerni Isten szeretetét, ahogy a papokkal találkoznak. Kapják és tovább ajándékozzák az isteni kegyelmet, egyedülálló és páratlan módon az egyházi rend szentsége szerint. Papok nélkül nem létezhetne Isten országa, ezért csak velük teljes a keresztény hívők közösség. De mint minden hivatásnak, megvan a maga nehézsége a papi hivatásnak is. Olyan nincs, hogy valaki leélje az életét, és közben ne tapasztalná meg a mindennapok nyomasztó hangulatát, egyhangúságát. Isten szőlőskertjének új munkása egy olyan új élethelyzetbe kerül, amit a mi kultúránk nagyon is befolyásol. Együtt, közösen, együttműködve azonban minden könnyebb és előre. Az ünnep alkalmából pedig nem szabad megfeledkezni a köszönetről sem. Köszönetünket kell kifejezni azok számára, akik segítették Szabó Zoltánt abban, hogy elérkezzen az ünnepi szentmiséhez. Köszönjük elsősorban édesanyjának, testvérének, családjának, hozzátartozóinak. Köszönetünket fejezzük ki mentorának, támogatójának, Szitás József Péváros úr, aki erőt, energiát nem kímélve elindította Zoltánt az úton, és mint karó a frissen ültetett palántát, támogatta a felmerülő nehézségek során. Szeretném itt megemlíteni, hogy ez éppen van 15 éves évfordulója, hogy Szitás József plébános úr pacsára érkezett. Megragadva az alkalmat, köszönetemet fejezem ki, és szeretettel gratulálok a másfél évtizedes lelkiismeretes pacsai szolgálatára. Köszönetünket fejezzük ki az egyházközségi képviselőtestület tagjainak, hogy lehetőségük szerint támogatták a helyi fiatalt, Zoltánt, terveinek, elképzeléseinek megvalósítására. Kedves Zoltán, településünk valamennyi lakója nevében elmondhatom, hogy nagy öröm számunkra, hogy egy helyi fiatal ember úgy döntött, hogy a pacsát a papi hivatást választja. Szívből gratulálunk elhivatottságodhoz, szorgalmadhoz, kitartásodhoz. Köszönetemet fejezem ki, hogy papként az Isten és az emberek szolgálatát választod. Kérjük tőled, bárhova hív a szolgálat, imádkozz majd értünk is, pacsaiakért. Isten segítsen tőled! Hát köszönöm szépen a köszöntéseket, és nagy örömmel állok ezelőtt az oltár előtt, abban a templomban, ahol engem megkereszteltek. Első áldozó voltam, bérmálkozó voltam, sekrestés voltam, kispapként és diakónusként is szolgáltam. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki megtisztelt a jelenlétével, a volt osztálytársak, volt munkatársak, akiket nagy örömmel látok itt. Természetesen köszöntöm a paptestvéreket, a kispapokat is. Nagy örömömre szolgál, hogy nagy Károly atya, a Veszprémi Szent Mihály Bazilika apát kanonokja is velem együtt ünnepel, velünk együtt ünnepel Kelement Tamás pacsa polgármestere, Benedek Karolina jegyzőasszony pacsa jegyzője, és nagy örömmel látom itt Felsőraj polgármesterét, Cémán Lászlót és feleségét, hogy velem együtt vesznek részt ezen a gyönyörű szentmisén. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk! Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat! És add meg nekünk az üdvösséget! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre!
téged örök szeretettel szeresselek, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Zoltán atya, kedves paptestvérek, kedves testvérek, rokonok és ismerősök, mindkik ünnepelni jöttek. Különleges alkalomból gyűltünk össze. Gyakran állok én szószék mögött, és szólok az emberekhez, de megmondom őszintén, ilyen élményben még nem volt része, mint amit ma itt átélhetek, hogy új misén szólhatok a frissen szentelt Zoltán atyához, kedves testvérekhez. Ezt meg kell tapasztalni minden papnak egyszer, úgyhogy remélem a többi atyai is majd egyszer eljut ide, hogy szólokolhat. Kedves testvérek, ez az ünnepi hangulat, ami bennünk van, én úgy éreztem, hogy azért nem egy megszokott állapot. Gyakran eljövünk a templomba az Úr Jézushoz köszönteni, imádni őt, részt venni az áldozat bemutatásban, de hogy azzal a lélekkel, amivel ma jöttünk, ez az igazi hálaadó lelkület. Hálát adhatunk, hogy itt ebből a faluban, ebből az egyházközségből újabb valakit meghívott az Úr az ő küldetésére. Azért ezt nem minden nap ünnepeljük. Bár, hogy értesültem ebben a faluban, a közelmúltban még ketten is voltak rajta kívül, akik itt vannak szintén, együtt ünnepülnek, úgyhogy vannak, akik talán az elmúlt évtizedekben már harmadszor érhetik meg, hogy új mise van a saját templomukban, a saját gyermekeik, vagy talán éppen unokáik közül áll most itt Zoltán atya is, aki először celebrál misét, és ajánlja fel azt a jó Istennek. Nem hétköznapi esemény tehát, de ne feledjük, elődeink úgy mondták, és talán az idősebbek még most is nagyon jól tudják, egy-egy ilyen miséért, és különösen a végéért, az áldásért, érdemes egy új csizmát elkoptatni. Az új misé és áldásért. Úgyhogy akik messziről jöttek, ezt ne felejtsék, hogy érdemes volt, hiszen olyan áldásban részesülünk, amilyenben itt áll. De reméljük, hogy Jóisten még sokakat fog elhívni, és lesznek, akik nem csak minket, hanem akik utánunk jönnek generációkat is tudják majd Isten felé vezetni. Öröm mindenkire jöttünk tehát össze, mert egy újonnan felszentelt ide áll az oltárhoz, és bemutatja első szentmiséjét. Emlékszem én is még, 12 évvel ezelőtt volt az én újmisém, és gondolkodtam, amikor készültem, hogy mégis hát mit lehetne mondani Zoltán atyának, ami maradandó is lesz, és én megmondom őszintén, nem nagyon az életútját akarom felsorolni, hiszen szerintem még majdnem jobban ismerik, mint én a helybéliek. Nem is magasztos szavakat szeretnék mondani a papi hivatásról, főleg ezek után, hogy a helybéliek már nagyon sokat hallották, hogy milyen szép is a papi hivatás, hanem inkább szeretnék valami olyat adni Zoltán atyának, amit később bármikor visszaemlékezel erre a szentmisére, érdemes lesz el visszaemlékezni. Ismerek egy olyan édesapát, aki azt mondta, hogy hát ő elviszi a templomhoz, majdnem minden nap az unok a fiát, bocsánatos az unokát, a fiát, de nem viszi be, csak oda mellé, ott viseli. Misére nem járnak, az nem kell, csak legyen ott a templom mellett. Hát azért ugye érezzük, hogy ez egy igen érdekes döntés volt az édesapa életében, hiszen nem az Úr Jézus személyét ismeri meg az a kisgyermek, hanem a templomot, ami egy épület, amit lehet, hogy majd újra jönnek a törökök és lerombolnak, másikat építünk, de Krisztus mindig ugyanaz marad benne. Itt az oltárnál tehát az oltárnakja is Krisztust ismerte meg, és megjelenek el valóta. Itt még talán számon tudjuk tartani a faluban, hányadik fiú, aki elindul Krisztus után a világban, hányadik pap, aki elindul Krisztus után, szerintem ezt odáig fogjuk csak igazán megtudni. Elindult tehát, mert rángavarult az ő fiatal ember, amikor Jézus szemébe nézett. És Jézus szemébe fölismerte a nagy kérdést, amit Jézus feléje intézett. Ezt úgy csendben megjegyzem, mert a paptestvérek együtt értelmetlen együtt éreznek, hogy azért mi is valami hasonló kérdést, mielőtt
És mivel azt mondta az ő szíve vágya, mint Zoltán, mint Jézusé, hogy ő belőle hat legyen, Zoltán válaszolt rá. Azt mondta az Úr Jézus Krisztusnak, Uram, te mindent tudsz, tudod, hogy szeretlek téged. És ezt nem csak szóval mondta ki, hanem azzal, hogy elmert indulni a fölkészülés útján, amelynek a végét talán nem is remélte, hogy megéri, de most itt van, elérkezett. Fölkészült, és most fölszentelve, szentmisét mutathat be a saját hívei között. Hosszú út volt, de talán még hosszabb, ami most indul. Mert a felkészülési idő az egy kicsit olyan volt, mint az általános iskolában hittanos évek. 8 évig arra készülnek, hogy a bérvállalat a szent lelket megkapják és elinduljanak a világba a felnőtt keresztényként. A szemináriumban is 6 éven keresztül készülhetett, hogy aztán most elindulhasson. A bérvállással mondhatjuk, hogy valami befejeződött, de tudjuk, hogy nem, sokkal inkább kezdett. A papszentelés is látszólag a tanulmányi élet befejezése, de nem, egy új kezdet. A papi élet most kezdődik. Innentől már nincs visszatekintés. Aki az eke szarvára tette a kezét, ne nézegessen hátra, csak haladjon. Válaszolt tehát Jézusnak, és itt van most. Ez a bensőséges életet formáló kapcsolat, ami még kisgyerekként kezdődött benne az oltár mellett, most tovább fokozódva, szintén az oltár mellett állva, de már Jézus tovább adva. Mindig kérve is, mert szükségünk van arról, hogy az Úr Jézus mellettünk álljon, de őt közvetítjük, az ő áldását akarja. Az Isten házából, Uram, a te lelkedet ad nekem. Azért, hogy pásztor lehess, aki kiemeli a tövis közt verdőnyáját. Oly sokan vannak az élet gondjaival, és oly sok felé próbálnak kepesztetni, hogy megmeneküljenek, de nem tudnak, mert rossz helyen vannak. Mert nem az Istennél, nem az Úr Jézusnál keresik a szabadulást. Kell az a pásztor, akit ma ünnepünk, aki segít. Vagy amit az evangéliumból hallottuk, hogy halász lehess, hogy Jézus szavára, még ha fáradt vagy és hosszú éjszakák átvirasztott munkája után, de Jézus szavára újra elindulj, ki mert vetni azt a hálót, ha szükséges. Hogy olyan lehess, hiszen 21. században élünk, mint egy mágnes, ami magához vonzza a szeretet vonzalatával az embereket. Nem is annyira magadhoz, mint Jézushoz nyilván. De onnan aztán már nem kell többet szabadulni, nem engedi el, a mágnes nem fog elfáradni. Ott tartja, mert a szeretet ilyen. Hogy munkás lehess, aki learatja a termés, mert bizony hallottad Jézus szavát, és ezért is indultál el. Az aratnivaló soknál munkás kerülés. Most már egyen több, illetve négyen, mert négyen szentel püspök atyán csapának. Tűz lehess, amelynek közelében, ha valaki ér, akkor föl lángoljon a szívében a szeretet. A szeretetet megjutani nagyon nehéz a mai emberben, de nem lehetetlen, hiszen Isten lelke az, amely ezt a lángot föllobbantja. Krisztus is mi mást akar, mint hogy a szeretet lángja föllobbantjon. Hát most tűzgyújtó mester, sekrestés és oltásokat gyújtogatta a gyertyát hajlán. Emberek szívében is ezt kell tenni. Kérd az Úrtól, hogy amikor majd belépsz az iskolába, ott a tengermély gyermekek szemében a késői mögött, lásd, hogy hogyan fedezzük fel benned Jézust, ne téged, az Úr Jézust. Őt megadom, és ebben is a Szentlélek ezt a segítségedet. Hogy amikor belülsz a gyontatószékbe, ott az emberek a legnagyobb titkaikat fogják elmondani. Amit nem, hogy a szüleikkel röntgenik, talán saját maguk, hogy a Jóisten előtt sem mernének bevallani, de előtte bátran lemerjék tenni, mert érzik, hogy Jézus van jelen az irgalmában. Ebben is a Szentlélek lesz a segítségemmel. Vagy amikor egy beteghez, egy haldoklóhoz nézt különösen, segíteni neki, hogy tudja még a szemét az égbe emelni és oda vágyak hozzá. Csodálatos az az út, amin elindultál ez a papság. Sok tapasztalattal nincs, ahogy mondtam, csak 12 év, de azért látom, hogy bizony az Úr kegyelme működik a szívünkben.
hallgatni kell rá, nagyon jó belső hallásra. Lobogjon ránk ez a szent tűz, amelyet elindít a jó Isten, amelyet elindított a te szívedbe. Legyen mindig egy olyan forrás ez az első szentmiség és az oltár, amelyhez visszamersz térni, amelyből erőt tudsz meríteni a hétköznapokban. Én most ezt kívánom neked az új misén. A kedves testvéreknek pedig, rokonságnak, jelenlévő ünneplőknek, akik idáig elkísérték és segítették zoltánatját, az életútját, azt mondom, hogy nem könnyű, de most bátran adják át őt az Úr Jézusnak. Őt választotta, most már Jézus vigyázz rá, ő kíséri az útját. El kell hinni, hogy jó kezekben van Zoltán, ha hiszen látjuk, hogy idáig is elsegítette, innen már nem fog esetben hallani. Elvezeti az Úr Jézus Krisztus Zoltánt is ezen az úton, amelyen oly sok papot vezet mind a mai napig, és a hűségesek talán megérhetik azt, ami miatt a szíve lányával elindult és ma itt lehet. Szeretné, hogyha Jóisten beteljesíteni azt a jót, amit elkezdett az ő szívében. Ezért ajánljuk fel a szent misét, hogy Zoltán atya valóban az Úr kedves szolgája legyen, ő pedig hálaadással tudjon neki indulni a szűrben. Amen.
és add, hogy amint papságának részese lehettem, önmagamat is mindig kedves lelki áldozatként ajánljam fel neked, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek, és a veletek. Emeljük föl szívünket, fölöntjük az Urat. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Hűséges és irgalmas Atyánk, hálát adunk néked, mert nekünk adtad fiadat, Jézust, Urunkat és testvérünket. Ő szerette a szegényt, a beteget, aki taszítottat és a bűnös, nem ment el részvét nélkül, semmiféle ínség mellett. Az ő élete és tanítása arra oktat minket, hogy olyan Isten vagy, aki úgy viseled gondunkat, mint ahogy egy atya törődik gyermekével. Nagy jóságodért és hűségedért magasztalunk téged, s az angyalokkal és a szentekkel együtt fölséged dicséretét zengjük. Magyarázza a Szentírást és megtöri a kenyeret, mint egykor az Emmauszi tanítványoknak. Kérünk tehát, mindenható Istenünk, küldd el szent lelkedet a kenyérre és borra, hogy Jézus Krisztus jelen legyen közöttünk testével és vérével. Ő ugyanis a kínszenvedése előtti estén, vacsora közben kezébe vette a kenyeret, majd hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Majd ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, és hirdetjük, hogy szeretsz minket. Kínszenvedése és halála által szent fiad átment az új életbe, és feltámadásával eljutott a te dicsőségedbe. Nézz jóságosan erre az áldozatra, Jézusra, aki testét és vérét odaadja értünk, és ezzel az áldozattal megnyitja nekünk az utat hozzád mennyei atyánkhoz. Irgalmas Istenünk, ajándékozz nekünk szent fiad lelkét, a szeretet lelkét. Erősíts meg fiadnak testével és vérével, és az ő képmására újíts meg minket. Áld meg Ferenc pápánkat és Gyula püspökünket, add, hogy az egyház minden tagja megértse az idők jeleit, és növekedjen az evangéliumhoz való hűségben.
Nyisd meg szemünket a körülöttünk élő emberek iránt, hogy szeretettel megosszuk bánatokat és aggodalmaikat, reményeinket és örömeiket, és utat mutassunk nekik az üdvösségre. Mennyei Atyánk, irgalmaz testvéreinknek, akik Krisztus békéjében hunytak el, és légy irgalmas minden megholdhoz, akinek hitét csak Te ismered. Támaszd fel őket a végső napon. Ha pedig majd a mi útunk véget ér, védj fel minket is országodba, ahol az élet teljessége és az örök dicsőség vár reánk. Engedd, Urunk, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, az apostolokkal és a vértanúkkal, keresztelő Szent Jánossal, templomunk védőszentjével, és minden szentettel együtt, Urunk Jézus Krisztus által téged dicsőítsünk és áldjunk. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélek keregységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Amen. Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyám, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait: békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, Te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Krisztus, 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 Krisztus,
Utána köszönöm édesanyámnak, hogy felnevelt, tanítatott, és mindig mellettem állt. Köszönöm nővéremnek és családjának a támogatását, a születésnapjaim felejthetetlenné tételét. Köszönöm a rokonság bárminemű segítségét. Köszönöm plébánosom Szitás József támogatását anyagi és lelki értelemben is, és az új misa megszervezésében is hatalmas segítségét. Köszönöm a papok, kispapok részvételét. Köszönöm Fúrián Gellért, aki a prédikációját és kedves szavait. Aztán ezt a gyönyörű szép miseruhát köszönöm Szabó Jenőné Erzsi néninek, akinek a jóvoltából ilyen gyönyörű ruhában mondhatom első szentmisémet. Köszönöm neki azt a rengeteg támogatást, amiben mellettem állt, és az értem való kiállását. Köszönöm Lőcz Teri néninek és Schmidt Istvánné Mária néninek jelentős támogatásukat. Köszönöm Kelemen Tamás polgármester úr támogatását, aki ingyenesen rendelkezésükre bocsátotta a templom mellett a sátrat, a padokat, az asztalokat, háromfajta aranyérmes borát, ásványvizeket, a konyhában, ahol megsütötték a sátorba való húst, ott az ingyenességet, semmit nem kellett kifizetnem, a Szent Mise előtti köszöntőjét, tényleg nagyon hálás vagyok, és nagyon szépen köszönöm polgármester úr támogatását. Köszönöm Tóth Attila kántor úrnak az éneklést, orgonálást. Köszönöm a templom takarítását végző asszonyok munkáját, és a sátorban segítkezők munkáját. Külön köszönet Simon Istvánné Magdi néninek a konyhán és a sátorban végzett önzetlen munkájáért. Köszönet azoknak is, akik a konyhán segítkeztek Magdi néninek. Köszönet annak a sok asszonynak, akik finomabbnál finomabb süteményeikkel teszik feledhetetlenné ezt a mai napot. Köszönöm Rajnáné Ildikónak a felajánlott teákat és almalepeket. Köszönöm azoknak az imáit, akik értem imádkoztak. Elnézést kérek, ha valakit, vagy valakiket ne talántán kifelejtettem, értük is imádkozni fogok. A Szent Mise után kérem szépen a kedves híveket, hogy a templom mellett lévő sátorba eljönni szíveskedjenek, ahol nagyon sok finom falat vár ránk, és ott én is ki fogok majd jönni, és ott mindenkivel szeretnék személyesen is találkozni, mindenkinek köszönetet mondani, úgyhogy nagyon kérem, hogy jöjjenek be a sátorba, és fogyasszák el a velünk lévő ételeket. A Szent Mise és a végén itt a himnuszok után új misés áldást osztok, mely a új misés áldást itt középen fogom adni, és mellettem két kispap, Misi és Tomi pedig az új misés képeket fogják mindenkinek osztogatni. A sorrendet elmondanám, hogy fölöslegesen ne álljunk ide annyian. Először édesanyámat fogom majd megáldani, ezt követően a nővéremet, majd a plébánosomat, a paptestvéreket, kispapokat, egyházközségünk elnökét, polgármestert, jegyzőasszonyt. És ezután jöhetnek a többiek, lesz két kispap, aki egy stólát ki fog feszíteni, és akkor ahányan mögé férnek, úgy felgyorsítanám ezt az egész áldást. Addig kérem, hogy mindenki maradjon a helyén. És az a kérésem, hogy aki az áldást megkapta, az utána a templomon keresztül távozzon, a sekrestye előtt egy kis akadályba ütközik, egy nagyon kellemetlen akadályba, plébánosom jóvoltából, mindenki hivatalos, nagyon finom fagylaltra, és itt helyezkedik el a fagyigét, amihez majd megint mindenkit szeretettel várunk ingyen fagylaltra. Töltsön el titeket a reménység Istene a hit teljes örömével és békéjével, hogy a reményben és a Szent Lélek erejében bővelkedjetek. Amen. Isten, ami atyánk gyarapítson és gazdagítson a szeretetben egymás és mindenki iránt, tegye álhatatossá szíveteket, hogy fedhetetlen szentségben állhassatok mindenható atyánk elé, amikor Urunk Jézus Krisztus eljön összes szentjeivel. Aki szeretetből, kegyelmével örök vigasztalást és jó reménységet ajándékozott nekünk, vigasztalja meg szívünket.
szíveteket, erősítsen meg szóban és tettben, mindenki Úrra. Amen. A boldogságos Szűz Mária és minden szent közbenjárására, minden égi és földi áldással áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek végébe. Istennek legyen Anyám az áldást, fiam, hogy legyen ez nehézségeid támasza. Fizessen meg neked az Isten kegyelmének titokzatos kincstárából. Teljesítse kéréseidet, adja meg azokat szíved szerint, és erősítsen elhatározásaidban. Áldjon meg téged a szenvedés idején, küldjön neked segítséget szentélyéből, és őrizzen téged. Légy áldott minden dologban, találj tetszésre Isten szemében. Ő adjon neked hosszú életet, erősítsen meg, hogy hitben, reményben és szeretetben bővelkedve éld le a földi életet. Mindennapi munkád legyen Istennek tetsző szolgálat, minden jóért, amit másokkal tettél, kapjál százszoros jutalmat, és juss el a boldog örök életre. Adja meg neked Isten a végső álhatatosság kegyelmét, papi készfeltételem által, minden égi és földi áldással áldjon meg téged a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
szeretetének tüzét gyújtsa meg szívedben az Isten. Fogad testvérem testvéred áldását, amelyet erősítsen meg az Úr. Az Atya mindenhatósága őrizzen téged, a Fiú bölcsessége világítson, a Szentlélek szeretete árasszon el téged. Lángolj a mennyei szeretettől, s a földieket helyesen használva, egyedül Istennek szolgálj. Adjon neked hosszú életet és minden égi és földi áldással, áldjon meg téged a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Az egyetlen Mester, a mi Úrunk Jézus Krisztus, áldjon meg téged, aki lábamat az ő lábnyomaiba irányítottad az evangélium szellemében. Ennek a napnak a kegyelmét Isten színe előtt megköszönöm neked. Türelmes testvéri szeretetedért, gondoskodó atyai jóságodért, áldjon meg az, aki maga a jóság. Adjon neked hosszú boldog életet, hogy még sokakat segíthess azon az úton járni, amelyet az örök bölcsesség, a mi Úrunk Jézus Krisztus mutatott meg nekünk. Adja meg neked a Szentlélek ajándékainak teljességét, a lelkipásztori élet belső gazdagságát és a végső álhatatosság kegyelmét. Formáljon téged igaz emberré és szent pappá országában. Adjon neked az Úr hosszú életet, hogy annak minden napján lásd Jeruzsálem javait. Legyen életed áldás azoknak, akiknek szolgálsz, halálod pedig békés hazatérés az Atyához. Minden égi és földi áldással áldjon meg téged a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.